számtalan kísérletben, tanulmányban vizsgált, kifejtett, így már a közismertnek tekinthető jelenség, hogy míg a komoly zene pontosabban annak klasszikus, fülbemászóbb válfaja nyugtató hatással van az emberekre, sőt bizonyos állatokra és növényekre is, a könnyű zene 20. században kifejlődött zsánerei a ragtime, a jazz, majd a rock'n'roll, a funk, diszkó, a pop, a techno, a hip-hop stb. Általában ellenkezőleg hatnak. Izgalmat okoznak, felpörgetnek. A KIA-nál arra gondoltak, hogy érdemes lenne megvizsgálni, érvényesül-e ez a vezetésnél is, és ha igen, milyen mértékben hajtja a volánnál ülőket a pörgősebb zene. A válasznak komoly haszna lehet ma, amikor az autóipar és az autózás az elektromobilitás elterjedésének sűrűjében jár, és amikor a villanyautók már tisztességes, de a belső égésű motoros társaiknál még mindig korlátozottabb hatótávolsággal rendelkeznek. A koreai gyártó a kísérlet lefolytatására a brit Salfordi Egyetem műszaki karának akusztikai biometrikai területtel foglalkozó kutatóját, Dr. Duncan Williams-t kérte fel, aki márka villanykrossoverének az EV6, OS-nak egyebek mellett 14 hangszórós Meridian audiorendszert kínáló GT Line S csúcs kivitelébe ültette a résztvevőket, akik Beethovent, Adelet és a The Weeknd-et hallgatva teljesítettek 18 mérföldes köröket. A villanykia használóinak tipikus napi útjait mímelő, városi gyerekek iskolába szállítása, munkahelyre utazás, bevásárlás és hosszabb, agglomerációs ingázós szakaszokat is tartalmazó útvonalon az összes kísérleti elöni ugyanazt az előre összeállított lejátszási listát hallgatta végig. A résztvevők mindannyian életükben először vezettek villanyautót. A reprezentatívabb eredmények kedvéért az autó audiorendszerét minden esetben az alapbeállításokra hangolták, míg a playlist lejátszási sorrendje résztvevőnként változott, így az útszakaszok jellege helyett valóban a zene hatását lehetett vizsgálni. A hangrendszert szállító Meridian Huntingdoni központjának környékén két nap alatt lebonyolított kísérlet során a kísérleti alanyok a testőmérsékletet, a bőrellenállást, a verejtékezést, a pulzust és a vérkeringést mérő biometriai érzékelőket viseltek. Alig két nap alatt is azt találtuk, hogy a zenének drámai hatása van a villanyautók hatótávolságára. Az eltérő zenék minden résztvevőnél eltérő bőrellenállást és keringést váltottak ki, ami végső soron az EV6 hatótávolságát is befolyásolta. Röviden, ha messzebbre szeretne jutni valaki, hallgasson inkább Beethovent és hasonló, nyugtató komoly zenét, de ha nem számít, hogy egy kicsit gyorsabban merül az axi, akkor nyugodtan hallgasson csak pörgős dalokat, mondta a kutató. Hogy számszerűsítsük, a 18 mérföldes körön a vezetők átlagosan 22,48 század mérföldnyi hatótávot hívtak le az akkumulátorcsomagból. Az út elejétől végéig tartó playlist időtartamából a komoly zene Beethoven 9. szimfóniája közel egy harmaddal részesült, ám a hatótávfogyáshoz mindössze 7,7%-kal járult hozzá, miközben a modern, de még mindig nyugisabb zene, Ödel Hellójával a lejátszási idő 15,3%-át, a hatótávfogyás 13,3%-át adta. Míg a pörgős pop a playlist alig 10,4%-át tette ki, ugyanakkor az elhasznált hatótáv közel negyedéért felelt. Ezzel jutsz a legtovább. Ti mit hallgattok vezetés közben? A bulis popra, a veretős elektronikára vagy a húzós rockra ti is keményebben tapossátok a pedált, mintha a Kossuthon hallgatnátok a Krónikát.